Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szigorodtak a szabályok Tolnán. A zöld területek kivételével mindenhol kötelező a maszkviselés. Elfagynak a vízórák. Az elővigyázatosságra hívta fel a figyelmet az Erővízi Közműzé RT. Fedett lelátó épül a Majosi sportpályán. A projekt közel 7 millió forintba kerül majd. Áthajtanak a piros lámpán. 100 000 forintba kerül egy-egy meggondolatlan manőver. Rendkívüli intézkedésekről döntött Tolna polgármestere a koronavírus járvány lassítása érdekében. Változtak például a sportolás szabályai, és kötelezővé tették a maszk használatot a város közterületein. A Peszhoffer Ágnes, a település vezetője, nyomatékosan kér minden lakost, tartsa be a korlátozó intézkedéseket. A 2020. évi 341-es számú kormányrendelet hatályos jogszabályai értelmében a 10 000 lélekszámot meghaladó városok közterületein kötelezővé tehető lett a maszkviselés. Appelshoffer Ágnes, Tolna város polgármestere élve ezzel a lehetőséggel bevezette ezt az intézkedést. Ez alól értelemszerűen a zöld területek, amiből egyébként elég sok van a városban, ott nem kell maszkot hordani, és sportoláskor sem kell maszkot hordani. Az összes intézkedés, ami egyébként a járvánnyal és a járványügyi vészhelyzettel kapcsolatban megjelent, az nem csak helyi, hanem országos szinten is egyező, tehát mindenhol gyakorlatilag az országban ugyanazok a szabályok érvényesek. Az intézmények tekintetében tudható, hogy a Tolnai Kulturális Központ és a könyvtár ugyan nem zárt be, de látogatókat nem fogad. A Családsegítő Központ működik, de az idősek klubja nem. Azokat az időseket, akik a Tolnai vagy a Mörzsi telephelyen szokták tölteni a napjaikat, saját otthonaikban, ha szükség van rá, ellátják. A Tolnai polgármesteri hivatal is bezárja kapuit. Természetesen ez csak a személyes ügyintézést érinti. Az elektronikus ügyfélfogadás továbbra is működik. Sportlétesítményeket csak versenysport céljából lehet igénybe venni. Tehát a sportcsarnokok, a kajakház és a focipálya nyitva van ugyan, de ott amatőr sportolásra nincs lehetőség. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy baráti társaság nem mehet be röplabdázni, teniszezni, focizni, de a sportegyesületek igazolt versenyzői versenyezhetnek és edzhetnek ott továbbra is. Ha verseny van, akkor azokat csak zárt kapus rendezvények keretében lehet megtartani, tehát gyakorlatilag nézők nélkül. Ezen felül mindenkitől azt kérik, tartsák be az intézkedéseket, hordják a maszkot és vigyázzanak egymásra. Az elmúlt 24 órában 358 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség, mondta a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese a keddi online sajtótájékoztatón. Kis Róbert alezredes közölte, 356-an ténylegesen megszegték ezt a korlátozást, közülük 29-en pedig nem tartották be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt. A november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás, valamint a november 10-től hatályba lévő kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 3438 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a tilalomra és korlátozásra vonatkozó szabályok megszegése miatt, ismertette az alezredes. A vízórák karbantartásának fontosságára figyelmeztet az Erőv ZRT. A tartós hideg ugyanis komoly károkat okozhat a fűtetlen tárolókban lévő vízmérőkben. A szolgáltató azt kéri, hogy a fogyasztók még az igazi mínuszok megérkezése előtt téliesítsék ezeket az eszközöket, ugyanis a megóvásuk az ingatlan tulajdonosok feladata, ezt kormányrendelet írja elő. A cég régió vezetője azt mondja, fontos a tanyák, hétvégi házak vízóráit többször is ellenőrizni. Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számláló szerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz. A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték hálózatban is. Az Erőv Vízi Közmű ZRT felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízmérőket fagy ellen próbálják megbiztosítani. Házilag is megoldható fagy elleni védelmet meg tudják oldani a fogyasztók, például hungarocellel, kartonpapírral,
valamilyen rongy darabokkal. Nagyon fontos az, hogy ellenőrizzék a tél folyamán többször sűrűbben a vízmérő aknákat, hogy az aknafedlapok rendben jól záródnak, nincs esetleg víz az aknában. A régióvezető azt mondja, fontos, hogy a tanyák hétvégi házak vízóráit többször is ellenőrizze a tulajdonos, ugyanis az elfolyt víz nem feltétlenül a talajban szívódik fel. Pincébe, a laksorba is bejuthat, így okozva károkat. Extrém esetben akár a ház is megsüllyedhet. A vízóra megóvása a tulajdonos feladata, ezt kormányrendelet írja elő. Ugyanúgy, mint ahogy a tönkrement óra cseréjének a díja is az ügyfelet terheli. Költségeket tekintve, ugye, mivel hogy a fogyasztónak a feladata, a vízmérőknek az állag megóvása, karbantartása, valamint a fagy elleni védelme, ezáltal egy-egy elfagyás esetén sok vagy több tízezer forint is lehet ennek költsége. A vízmérő árát ki kell fizetnie, a hitelesítési díjat, az elfolyt víz mennyiségét. Az ERÖV munkatársai azt kérik, ha valaki azt tapasztalja, hogy elfagyott a vízórája, mindenképp hívjon szakembert. Ne házilag oldja meg a problémát, ugyanis ezzel többet árthat, mint segíthet. 7 millió forintból építenek fedett lelátót a Majosi sportpályán. A sportegyesület TAO támogatásból, valamint Bonyhádváros önkormányzatának anyagi hozzájárulásával valósíthatja meg a projektet. Ez volt az egyik feltétele annak, hogy a Majosi SL labdarúgó csapata feljuthasson az MB3-as focisták közé. Itt tornyosulnak a Majosi lelátó darabjai arra várva, hogy visszakerüljenek régi, mégis új helyükre. A Majosi labdarúgó csapat felkerült a Nemzeti Bajnokság harmadik osztályába, de ahhoz, hogy a csapat indulhasson a rangadón, újabb akadályokat kellett leküzdenie. A Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt feltételeknek is meg kellett felelni. A pályát át kellett alakítani, az öltözőt át kellett alakítani, kellett egy digitális kijelzőt, eredményjelzőt megvalósítson az egyesület, és ehhez tartozott, hogy itt, ahol el van, és most bontva itt a lelátónk, ez fölé kell egy fedett lelátó fedést fölépíteni, amire az egyesületnek december 31-éig volt haladéka. Már a tartószerkezet alapjának lebetonozása folyik. A fedés szerkezetének elkészülte után visszaépítik az amúgy 2 éves lelátót. A most folyó munkálatokat Bonyhádváros önkormányzata 3 millió forinttal támogatta, de a teljes projekt megvalósítása közel 7 millió forintba kerül majd. Az MLS pályázatunkat körülbelül egy hónapja hagyta csak jóvá, így nagyon nagy munka volt eleve összeszedni a szükséges tahópénzt, itt köszönöm meg a támogatóinkat, akik ezzel támogattak bennünket, és hát ez az egy hónap állt rendelkezésre arra, hogy itt az engedélyek elkészüljenek, a tervek megvalósuljanak, illetve hát a munkák is elkészüljenek. A kivitelezési munkálatok szakmai vezetését egy helyi cég vállalta, a fizikai munkát pedig az egyesület tagjai végzik önkéntes alapon. A tervek szerint december 15-én adják át az új fedett lelátót. Sok autós hajt át a piros lámpán Szekszárd legforgalmasabb útjának kereszteződéseiben, pedig ezzel nem csak szabálytalanságot követnek el, hanem mások életét is veszélyeztetik. A rendőrség szóvivője azt mondja, egy-egy ilyen manőver akár 100 000 forintjába is kerülhet a felelőtlen sofőröknek, ráadásul 2 piros lámpa után a jogosítványukról is le kell mondaniuk a szabálytalankodóknak. Rendőrségi videón, ahogy a fehér autó áthajt a piros lámpán, a felvétel a szekszárdi Széchenyi utcában készült. A hasonló szabálytalanságok nem csak itt, hanem az innen néhány száz méterre található Rákóczi és Szent László utcák találkozásánál is gyakoriak, pedig a Kressz szerint már a sárga jelzésnél is csak akkor lehet áthaladni a lámpa alatt, ha a fékezés veszélyeztetné a mögöttünk haladók biztonságát. Egy-egy ilyen manőver pedig több 10 000 forintba kerülhet a felelőtlen autósoknak. Aki a piroson áthajt, az a 156/2009-es kormányrendelet értelmében 100 000 forintos közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a közlekedőket járőr és civil kocsikkal is. Nem csak azt nézik, hogy az autósok szabályosan használják-e a jelzőlámpákat, hanem például azt is, hogy be vannak-e kötve vezetés közben. Bár manapság már a legtöbb akcióról videófelvétel is készül, ez nem szükséges ahhoz, hogy a szabálytalankodókat felelősségre vonják. Attól, hogy a kép- és videófelvétel nem készül egy-egy jogsértésről, akár egy biztonsági jog használatának elmulasztásáról, akár a piros lámpán való áthajtásról, a kollégáim ezt észlelik, akkor a járművezetővel szemben, vagy az utassal szemben, aki a biztonsági jövét nem használja, eljárhatnak.
A piros lámpán való áthajtásért egyébként nem csak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járnak. Alapesetben 9, ezért 2 ilyen szabálysértés után a sofőrnek el kell búcsúznia a jogosítványától. 6 hónap fogházbüntetést kapott, 1 évre felfüggesztve egy fiatal internetes csaló. A módszere az volt, hogy apró hirdetési oldalakon kínált eladásra informatikai eszközöket. A pénzt minden esetben előre elkérte a vevőktől, cserébe nekik viszont nem küldött semmit. A férfi az ország minden részén bizonyíthatóan összesen 6 esetben károsított meg másokat. Köztük egy tolnai áldozata is volt, ezért ítélte el a bíróság az országnak ezen a részén. A minősítés súlyosabb, hiszen nem csak egy cselekményt követett el a vádlott, hanem jelen esetben 6 különböző sértettől kért pénzt különböző számítástechnikai cikkekre, amelyeknek a postázása sosem állt szándékában, hiszen nem is voltak ezek a birtokában. Mindezen cselekményét vagyoni haszonszerzés miatt követte el, ezért a cselekmény üzletszerű, annak ellenére, hogy egyébként az 50 000 forint bűncselekmény értékhatárát egyik cselekmény sem haladja meg. Az ítélet jogerős. A megengedett legnagyobb sebesség több mint 2-szeresével, 201 km/h haladó autóst mért be egy rendőrségi trafipax Tolna megyében a 61-es úton vasárnap. Ugyanaznap egy másik sofőr pedig 104 km/h ment ott, ahol csak 50-nel lehetett volna. Vasárnap a rendőrök néhány óra alatt összesen 59 gyorshajtót szűrtek ki Tolna megye útjain. A november 11-én érvénybe lépett járványügyi szigorítások nem tiltják a misék, illetve istentiszteletek megtartását. A nagy felekezetek továbbra is tartanak miséket, de van, akik csak online. Így tesznek például Szekszárdon a református közösség tagjai. Az egyházi közösségek vezetői azt mondják, az őszi időszakban lényegesen visszaesett a misékre, illetve istentiszteletekre látogatók száma. A november 11-én érvénybe lépett járványügyi szigorítások nem tiltják a misék, illetve istentiszteletek megtartását, arról, hogy ezzel élnek-e a vallási közösségek, maguk dönthetnek. Azonban a kormány felkéri a felekezeteket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg. Szekszárdon a katolikusok úgy döntöttek, megtartják a miséket. Azonban szorosan egymás mellett nem helyezkedhetnek el a hívek, és minden második padban ülhetnek, ott is csak 3-an. Mindenki ugye maszkban van, előtte kell fertőtleníteni, és hogyha nagyon sokan lennénk, amit nem gondolok sajnos, akkor meg lennének álló helyek, hogy ott is tudják tartani a távolságot. Tehát körülbelül így próbálunk a miséken, amíg lehet készülni, hogy mikor fogják megint bezárni vagy betiltani, ezt nem tudjuk, mi amíg lehet, addig szeretnénk misézni. A Tolnai megyeszékhely református lelkésze azt kéri, hogy híveik bibliaórák és kiscsoportos foglalkozások helyett a Szentírás családi körben vagy egyénileg tanulmányozzák, az istentiszteleteken pedig online vegyenek részt. Igehirdetés nélkül viszont nem maradhat a közösség, éppen emiatt, ahogyan tettük azt az év elején az első hullám alkalmával, most is felvesszük, hangfelvételt készítünk az igehirdetésről, ami utána a világon keresztül eljuthat a fiatalabbokhoz, és az idősebbeknek pedig, ha van rá igényük, akkor a kinyomtatott, rövidített vázlatot tudjuk eljuttatni. Az evangélikus egyházban már a tavaszi időszakban létrehoztak egy úgynevezett védekezési szabályzatot, amely magába foglalja a 1,5 méter kötelező megtartását, a szájmaszk használatát, kézfertőtlenítést és a rövidített istentiszteleteket. A legutóbbi püspöki ajánlás ezt most csak kiegészítette. A tervek szerint az orgona szól majd, és kivetítve lesznek az énekszövegek, amik ilyen csendes imádságként kísérnek minket. Ez egy változás van, illetve tavaszi időszakban még volt úrvacsora vétel lehetőség, úgyhogy tulajdonképpen érintés nélkül. Most azt kérte a püspöki tanács, hogy ez ne legyen egy ideig. Az egyházi közösségek vezetői azt mondják, az őszi időszakban lényegesen visszaesett a misékre, illetve az istentiszteletekre látogatók száma. Regionális híreink következnek. Iparosodás. Átadták Kaposvár legújabb üzemét. Óvoda, bölcsöde, iskola. Intézmények fejlesztése sején. Szociális tűzifát kapnak a pécsi rászorulók. A város parkjaiból, erdeiből jön a segítség. Kaposvár újra iparosításának egyik mérföldkövéhez érkezett. Erről beszélt Szita Károly polgármester.
A város legújabb ipari parkjában a BM Heroz ZRT 100 embernek ad munkát a jövőben. Emellett egy tanműhelyt is kialakítottak, amely a szakemberképzésben segít. A beruházás továbbá ahhoz is hozzájárul, hogy egy olyan gazdasági környezet jöhessen létre a térségben, amely Kaposvárra vonza a befektetőket. A Modern Város program keretén belül miniszterelnök úrral aláírt megállapodásnak köszönhetően épülhetett meg ez az iparterület, épülhetett meg a 6-7-es út, és erősödhetett a gazdaság. Az elmúlt években több milliárd forintból fejleszthetett Kaposvár. Erről beszélt Szita Károly, a Keleti Ipari Park első gyárépületének átadóján. A BM Heroz ZRT ezentúl évente 300 autóbusz gyárt majd le a Somogyi megye székhelyen. Olyan járműgyártási feladatokat és speciális eszközök összeszerelését fogja itt elvégezni, amelyekre az országunknak, a gazdaságunknak nagy igénye van. Reményeink szerint a projekt megvalósulása több szempontból is sikeres lesz. A városban kiteljesedik a felsőoktatás műszaki képzése úgy, hogy ennek gyakorlati képzőhelye is megvalósul. A műszaki érdeklődésű helyi és környékbeli fiataloknak lehetőségük lesz a helyi egyetemen folytatni szakirányú tanulmányaikat, nem kell az ország más részeibe költözniük ehhez. A Keleti Ipari Parkkal szemben oktató bázis is lesz, így a fiatal mérnökök helyben szerezhetnek majd gyakorlati tapasztalatot. Ez az ITM 500 millió forintos támogatásával a Kaposvári Szakképzési Centrumnál a szakképzésben tanuló hallgatók első számú tanműhelye lesz februártól, de 100 embernek biztosít megélhetést is. Az átadón Szita Károly arról beszélt, elkezdődött Kaposvár újraiparosítása. Azt szeretnénk, hogy a kaposváriak jobban éljenek, akinek nincs munkája, annak legyen, akinek van munkája, az pedig többet kereshessen. Az átadón Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy Kaposvár helyben tud fejleszteni. 2030-ra a nemzeti össztermék 30%-a kell, hogy az iparból származzon. Tehát miközben Európa az újraiparosítást tűzte ki célul, a magyar kormány szintén egy nemzeti újraiparosítást tervez. Ezen közben egyre többet beszélünk Kaposváron is a helyi ipar fejlesztésről. Az üzemcsarnok avatón egy olyan 60 millió forint értékű tűzoltóautót vehetett át a kötélegyesület a BM Heroz cég felajánlásán révén, amelynek tervei itt Kaposváron születtek meg. A terület és település fejlesztési operatív program keretében átfogó intézményrehabilitáció valósul meg Sejjén. A sportcsarnok energetikai fejlesztése, az általános iskola felújítása, az óvoda új épületbe költözése, valamint egy bölcsöde kialakítása is része az összesen csak nem 800 millió forintos projektcsomagnak. Számos fejlesztés indult meg Sejjén. Ez érinti a város közintézményeit és közterületeit. A beruházásokat Európai Uniós forrásból, hazai pályázatból és a közmunkaprogram keretében valósítják meg. A sejjei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épületenergetikai korszerűsítés első körében a sportcsarnokban végeztek falazat és nyilászáró cserét, majd a zuhanyzók, öltözők és mellékhelyiségek felújítása indult meg. A Zöldváros rehabilitációs program keretében pedig egy büfét is létesítenek. Ezen kívül egy új, 12 férőhelyes bölcsődét is kialakítanak, valamint az óvoda is új helyre költözik. A három projekt összértéke csaknem 800 millió forint. Lesz egy 12 férőhelyes bölcsöde kialakítva, 5 csoportos óvoda, és lesz ehhez az óvodának és egy bölcsődnek egy kiszolgáló helyisége, az pedig a tornaszoba, ami eddig hiányzott, tehát egy hiánypótló beruházása ennek a programnak, és ennek a fejlesztésnek a keretein belül valósul meg egy étkező, egy multifunkcionális tér és egy konyhának a kialakítása. Eddig a gyerekek étkezését egy másik oktatási helyszínen tudták megvalósítani. A folyamatban lévő három program befejeztével a 4-500 fiatal egy helyen tud majd az oktatásban részt venni, sportolni és étkezni. A városi parkokból, erdőkből származik az a faanyag, amit most szociális alapon osztanak szét Pécsett. A Baranyai megyeszékhely üzemeltetési cége gyűjtötte össze a tevékenysége során a kivágott fákat, lemetszett ágakat. Ezeket készítik elő és szállítják ki ahhoz, amint egy 200 családhoz,
akiknek így segítenek a hideg idők átvészelésében. Ez az a famennyiség, amit a Biocom telephelyén gyűjtöttek össze. A pécsi parkokból, erdőkből a kivágott, elhalt vagy veszélyes fákat, a lemetszett gajakat, ágakat gyűjtötték itt össze és osztják ki szociális tűzifaként. A rászorulók azok másfél űrköbméter feldolgozott kályhakészfát kapnak, tehát ez hasítva, méretre vágva kerül odaszállításra, elhatárolt szállítási eszközökkel. Az azt jelenti, hogy nem csúsznak össze ezek a mennyiségek, tehát biztosan másfél űrköbmétert minden rászoruló meg fog kapni. A Városháza címlistát ad a Biocomnak, ez alapján szállítják ki a szociális tűzifát a rászoruló családoknak. Az elmúlt években szezononként mintegy 200 háztartásba juttattunk el tűzifát a rászorultakhoz. A 2020-as év téli, illetve a 2021-es év tavaszi időszakára szükséges fa alapanyagot elkülönítettük, így az ebben az időszakban is mintegy 200-250 rászoruló családot tudunk segíteni. Az adományhoz szükséges fa mennyiséget idén tavasz óta gyűjtik a zárt telephelyen. A szakember azt mondja, megfelelően kiszáradtak a törzsek, rönkök, így jó minőségű tüzelőt kapnak a rászorulók november végén vagy decemberben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Szigorodtak a szabályok Tolnán. A zöld területek kivételével mindenhol kötelező a maszkviselés. Elfagynak a vízórák. Az elővigyázatosságra hívta fel a figyelmet az Erőv Vízi Közműzérté. Fedett lelátó épül a Majosi sportpályán. A projekt közel 7 millió forintba kerül majd. Áthajtanak a piros lámpán. 100 000 forintba kerül egy-egy meggondolatlan manőver. Szerdán napos, száraz idő ígérkezik, de helyenként a reggelre képződő kötfoltok akár tartósabban is megmaradhatnak. Azonban előre láthatólag nem ez lesz a jellemző. Gyenge vagy mérsékelt délies szél fúj majd. Éjszaka derülték, többfelé kötképződés valószínű. Itt-ott talajmenti fagy is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!